Szép napot kívánok mindenkinek, üdvözlök mindenkit itt az új videómba, ami végre egy amazonos videó. Nagyon sokszor emlegettem már nektek, hogy imádom az Amazont, nagyon szeretek rendelni, valószínűleg, hogy problémáim vannak egyébként a vásárlással, de megpróbálom az előnyömre fordítani, és bemutatni nektek minél több mindent, amit veszek, hát ha legalább ezzel nektek is tudok segíteni. Úgyhogy a mai videóban szeretném nektek megmutatni, hogy az elmúlt 1-2-3 hétben miket rendeltem Amazonról, miket vadásztam. Szerintem van közte pár nagyon-nagyon király dolog, vannak közte általánosabb dolgok is, de remélem, hogy mindenkinek lesz olyan, ami tetszik ebből a kis-nagy holból. Minden linket leteszek nektek a leírásba, úgyhogy ha bármit meg szeretnétek venni, akkor egyenes linkkel tudtok menni a német Amazon oldalára, ahol természetesen kártyával kell fizetni, és vámmentesen általában egy maximum 2 héten belül hozzátok is ér a csomag, csak meg kell rendelned, és megérkezik, semmi más dolgod nincsen csomaggal, úgyhogy remélem minél többen rendeltek, mert Amazonon nagyon sok olyan dolgot megtaláltok, amit itthon egyébként nem lehet kapni, úgyhogy kezdjünk is bele, és nézzük meg, hogy miket rendeltem. Szerintem kezdek a kutyás szekcióval, ugyanis mostanában iszonyatos károkat okoztam a bankkártyámon Olinak. Való vásárlással Amazonról is nagyon sok mindent rendeltem. Amazonon rengeteg olyan márka is elérhető, amit itthon egyik kutyás üzletben sem találtok meg, vagy a jól ismert márkáknak olyan termékei, amik soha nem jutnak el ide hozzánk. Az első, amit meg szeretnék mutatni, az egy ilyen nylabon csont. Ez egy viszonylag kemény műanyag csont egyébként. Én azt hittem, hogy ez kicsit puhább lesz, tudjátok, ilyen szilikonosabb. Viszont úgy tűnik, hogy Olinak nagyon tetszik, rengeteget rágja, imádja dobálni, úgyhogy ez egy jó vásárlás volt. Rengeteg fajta elérhető belőle. 50 millió féle ilyen nylabont lehet venni, lerakom, mert egyébként tiszta olinyál. De ezen kívül egyébként a Kongnak nagyon sokféle olyan játéka, tölteléke, amit soha sehol nem láttam még, vagy ha láttam, akkor amerikai videósoknál, és nem gondoltam, hogy én esetleg Európán belül tudnék valahonnan rendelni. A ruhákról ne is beszéljünk. Addig még nem jutottam el, hogy kutyaruhát rendeljek Amazonról, de valószínű nem sokára eljön az az idő is, ugyanis fantasztikus rucik vannak. A másik dolog, amit most rendeltem Olinak nemrég, egy ilyen logikai játék igazából. Olyan jól eldugtam, hogy nem találom, de itt van mellettem, látjátok képen, és mindjárt vágunk be egy videót, ahol látjátok is, hogy használja. Az a lényege, hogy vannak ilyen kis tetők, fedelek, amit a nóziával el kell lögdösnie, és akkor tudja kienni belőle a jutalomfalatot. Sajnos túl gyorsan rájött, hogy hogy működik, úgyhogy 5 percnél tovább nem foglalta le, viszont ez az egyik legegyszerűbb verzió. Rengeteg olyan van Amazonon, amik nagyon bonyolultak. Forgatni kell, 5 emeletet kell eltekergetni, meg minden ilyesmi van. Úgyhogy ha szeretnétek taktikai vagy ilyen logikai játékot venni a kutyátoknak, akkor mindenképpen nézzetek fel Amazonra, mert szerintem jó áron találtok ott játékokat, és rengeteg féle van. Ugorjunk a saját termékekre. Amit most fogok mutatni, az egy közös dolog. Bencével mind a ketten nagyon szeretjük a szénsavas vizet, viszont nagyon szeretjük az üdítőket is. Na már most! Egyébként is zéró üdítőket szoktunk inni, ha iszunk. Nem iszunk túl sokat, de ha iszunk, akkor nem a cukros verziót választjuk, hanem a zérót. És van egy SodaStream gépünk, amit halálra használunk, és Bence látta valahol, hogy vannak ehhez ilyen szirupok, amit az eredeti üdítőnek a gyártója szirupként gyárt le, direkt ehhez a SodaStream patronhoz, vagy hát géphez. És képzeljétek el, hogy megtaláltam őket Amazonon, úgyhogy van egy Pepsi Max zérónk, és egy 7-Up Free ugyanúgy zéró szirupunk, és ebbe az a nagyon király, hogy ahogy letekered a tetejét, remélem mindenhova elcsöpögtetem, kívül és belül is van 3 mérőcsík, ami mutatja, hogy mikor light, közepesen édes és rendesen, erősen édes a szirup, hogyha ahhoz nem is tudom, fél liter vagy 750-es kis palack vízbe belekevered a szirupot. És nagyon sokszor, nem tudom, hogy nektek van ezzel problémátok, nekem nagyon édesek az üdítők, mindig felszoktam őket vizezni, viszont ezzel megvan oldva ez a probléma, ugyanis csak egy picit öntök bele, pont annyit, hogy legyen egy kis íze,
szinte szörpként használva, és mégis olyan íze van, mint az eredetinek. Nem tudom pontosan mennyi volt, nem olyan nagyon olcsó, 4-5000 forint körül talán, viszont azt írja, hogy 9 literhez elég, sokkal kevesebbet keverünk bele, mint amennyit ír, úgyhogy szerintem sokkal-sokkal tovább elég lesz. Mindenki döntse el magának igazából, hogy megéri, vagy egyszerűbb üzletben megvenni az üdítőt és felvizezi, de nekünk, Bencének, ez biztos egy olyan dolog volt, amit egyszer legalább ki kellett próbálni. Magamnak rendeltem barna kontaktlencsét. Én nem tudom miért, de nagyon szeretném kipróbálni, hogy milyen az, amikor barna a szemem. És tudom, hogy rengeteg olyan app van, és minden más sima filter, vagy bármi, amivel át tudod színezni a szemed, de évek óta szeretném kipróbálni, hogy milyen élőben az, hogyha barna a szemem. Úgyhogy rendeltem magamnak egy barna kontaktlencsét. Próbáltam egyébként, tudjátok, optikába rendelni, viszont mindenhol nagyon-nagyon sok hónap, mire megérkezik, és nem is kifejezetten tetszenek, elég gagyik vannak ott. Legalábbis én eddig olyannal találkoztam. Úgyhogy rendeltem egyet Amazonról, meg is érkezett, soha nem tettem be még kontaktlencsét, úgyhogy valószínű, hogy azt meg kell mutassam nektek, ahogy majd bénázok vele. De igen, van kontaktlencsém. Ó, azt elfelejtettem mondani, csak ezt találtam meg egyébként a 6 darabos készletből, ez egy kutyajáték szett volt, azt hiszem, hogy 2600 forintért rendeltem egy 6 darabos készletet, vagy valami ilyesmit. Ahogy látjátok, nem olyan nagyon tartós, viszont 2600 forintért 6 darab játék szerintem ingyenes szállítással baromira megéri. Egy jó darabig lefoglalja magát az új játékkal, úgyhogy ebbe volt egyébként labda, frisbee, ilyen húzós, olyan húzós, csontalakú, nem tudom én milyen alakú, úgyhogy nagyon sok ilyen olcsó játék van Amazonon, amit csomagokba tudsz venni, és több darab egy csomagba. Hogyha a gyerek 10 percnél tovább lefoglalja magát vele, akkor már megérte. Jöjjön egy minimális divatolás, lehet, hogy láttátok már Bencének a második csatornáján, amikor reagáltunk a herceg klipre, akkor ez a nadrág volt rajtam. Megrendeltem a TikTok leggingseket Amazonról, leggingset, és egyet zöld színben is. Azt hiszem, hogy 5000 forintért rendeltem, vagy valami ilyesmiért, ennek is lent van a linkje egyébként a leírásban. Nagyon kényelmesek, ez a szín egyébként egy picit kisebb, mint a másik, mind a kettőt MS-ben rendeltem. Szerintem ez inkább SS fele hajlik, ami rajtam van, a zöld, az pedig egy kicsit nagyobb, mint az MS. De nagyon kényelmesek, annyi, hogy a gumi az nem olyan jó benne, van egy ilyen széles gumi felül, ez mind mocorog, kicsit elcsúszik, kicsit nem tudom én mi, de jól néz ki egyébként nagyon felvéve, ezen kívül kényelmes is. Evezzünk át tech vonalra. Sose hittem, hogy ilyen tartalom lesz a csatornámon, vagy valaha én ilyenről fogok beszélni, de elérkeztünk ehhez a pillanathoz is, amikor Marco Rebecca a Beauty csatornáján tech dolgokról beszél. Az első az egy nagyon kis, pici, viszont baromi hasznos dolog. Nem más, mint egy memóriakártya tartó, ami úgy néz ki, hogy bele tudsz tenni 12 darab rendes nagy memóriakártyát, illetve mind a 12 darab nagy kártya alá tudsz tenni kicsi mikrokártyákat is. Kérdeznétek, hogyha nincs benne semmi, akkor minek vettem? Jelenleg minden kártya használatban van, viszont utazáshoz vagy csak simán tároláshoz is nagyon-nagyon célszerű. Nem csúszkálnak benne a kártyák, mindig megvan, főleg, hogyha esetleg fotósok, videósok vagytok, akik több kártyán átmennek esetleg egy nap, vagy fontos, hogy mindig ott legyen nálatok minden, akkor szerintem célszerű egy ilyenre beruházni. Ezen kívül 2000 forintért vettem. 2000 forintért egy ilyen kártyatartó, ami egyébként teljesen ütésálló, és nagyon passzentosan szépen záródik, nem lötyög, nem kattog, nincsen semmi olcsó érzete, nagyon megéri. És a következő, ennek örülök az egyik legjobban. Oké. Okay. Nem hiszem, hogy beszéltem erről eddig bármikor is a csatornámon, de nyilván, hogyha rámentek az Instámra, akkor látjátok, hogy azok a képek, amik ott vannak, azok nem egyenesen egy telefonból kijött képek. Természetesen
megszínezem a képeimet, hogyha valahol túlságosan becsillan a fejem, akkor azon lejjebb szoktam venni. Hogyha valahol hajszál belóg az arcomba, akkor azt kiszoktam szerkeszteni, viszont eddig mindig telefonon csináltam. Lightroom, Facetune, nem tudom, rengeteg szerkesztő app létezik telefonra, és mindig azokat használtam, viszont úgy éreztem, hogy nagyon szeretnék megtanulni Photoshopolni. Ez egyébként nagyon régóta egy vágyam volt, viszont olyan szinten technikai analfabéta vagyok, hogy ja, mindegy, ebben ne is menjünk bele. Viszont az elmúlt egy hétben, körülbelül két hétben Bence nagygépén elkezdtem gyakorolni, photoshopolni, irgalmatlan mennyiségű videót megnéztem, és szerintem egyébként már csak hogy szerényen, de egész jól megy. Nyilván rengeteget kell még gyakorolni, de egész jól megy, és nagyon tetszik, hogy tanulom folyamatosan a dolgokat, hogy mit, hogy lehet megcsinálni, hogy lehet még javítani a képen, és még jobb minőségűre megcsinálni. Viszont amit láttam mindenkinél, ahány videót megnéztem, az az volt, hogy kis padokat használnak, ceruzával és azzal photoshopolnak, úgyhogy itt jön a képbe az Amazon, ahol megrendeltem az XP Pen G640 talán, vagy 604, vagy valami. Ja, itt van a hátulján. 640. Star G640. Lent van ez is a leírásban. Úristen! Imádom, 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 imádom. Az a lényege igazából az egésznek, hogy látjátok, ez egy ilyen kis tablet-szerű valami, aminek ez a része érintőképernyős, de csak a toll számára. A tollon van két kis gomb, amit te tudsz egyébként egyénileg beállítani, hogy mire használod. És a lényeg az, hogy össze tudod szinkronizálni ezt a kis padot a kijelzővel, képernyővel, és ezzel szépen tudsz matatni. Nyomásérzékelős a toll, úgyhogy sokkal-sokkal jobb, mint hogyha egy egérrel próbálnál meg bármit is szerkeszteni. Ugyanis, hogyha csak nagyon lightosan színezel, akkor meg tudod azt csinálni, hogy nagyon halványan színezel, és anélkül, hogy felemelnéd, ha elkezded erősebben nyomni, akkor pedig erősebben fog fogni. Nagyon sokan egyébként animálásra használják ezeket a padokat, vagy rajzolásra. Én photoshopolok vele, és nagyon élvezem, úgyhogy remélem, hogy ha majd ügyes leszek, akkor egyszer meg tudom nektek mutatni, hogy miket tanultam, viszont ha kíváncsiak vagytok rá, akkor mostantól akármilyen képet kirakok Instára, az valószínű, hogy Photoshoppal készült. Remélem, hogy nem sokára lesznek olyanok is, amik kicsit érdekesebbek, nem csak egy sima beauty shot kicsit megszerkesztve. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, akkor itt van az Instám, kövessetek be. Az algoritmussal mostanában se YouTube-on, se Instán nem vagyunk barátok, úgyhogy ha megtennétek, hogy erre a videóra dobtok nekem egy lájkot, és Instán lájkoljátok a képeimet, és ha esetleg nem követtek, akkor kövessetek be. Azt nagyon megköszönném, ugyanis helyre kellene hozni a barátságomat mind a két algoritmussal, mert nagyon haragszik rám mind a kettő. A következő, amit meg szeretnék mutatni, az egy beauty termék. Milliószor láttam már amerikai videókban. Leginkább, hogyha bármiféle seb gyógyulásról szóló videót nézek, ott jön fel nagyon sokszor. Ez a Bio Oil. Ja, befolyásoltak. Nem tudom, hogy miért van rá szükségem, de szükségem volt rá, ahogy megláttam, hogy van, tudtam, hogy muszáj rendelnem, ha nem fogom kihasználni akkor is. Nagyon kiszerettem volna próbálni, tele van egyébként illatanyaggal, illóolajokkal. Nem a legjobb a bőrnek egyébként, sokkal királyabb lenne, hogyha illatanyagmentes lenne, de egyébként baromi jó illata van, ne értsetek félre. És nem sokára keresek magamon valami olyan heget, vagy striát, vagy nem tudom, valamit, amin lehet tesztelni, és ki fogom próbálni, hogy valóban olyan jó-e, mint ahogy mondják, de ezt is Amazonról rendeltem, ennek is lent van a linkje. Az utolsó termék, amit most ma meg szeretnék nektek mutatni, az pedig nem más, mint egy Olaplex sampon és balzsam. Ha tudnátok, hogy milyen régóta szerettem volna már venni. Tudom egyébként, hogy lehetne Magyarországról is rendelni, viszont egyébként is Amazon rendelésben voltam, és ott találtam őket. Nem tudom, hogy olcsóbb-e vagy sem, ezt majd mindjárt kiderítem, de ezeket is Amazonról rendeltem. Az Olaplex egész palettáját lehet egyébként kapni Amazonon. Igaz, hogy egy hónap múlva fog érkezni, de készítek róla nektek tesztvideót, és elmondom, hogy valóban olyan jó-e, mint ahogy mondják. Egyszer próbáltam, amióta itt van, és nem tudom, mire számítottam, de
iszonyatosan tetszik elsőre. A tipikus Olaplex illat, amit ha nem szagoltatok még, akkor nem tudhatjátok, de úristen, tiszta, mégis olyan profi, nem tudom, hogy minek mondjam, nagyon jó illata van szerintem. Ha szeretnétek többet hallani róla, akkor majd csekkoljátok az Olaplexes videómat körülbelül egy hónap múlva. És ha nem felejtettem ki semmit, akkor ennyi a mai Amazonos rendeléseim videó. És ha szeretnétek, hogy legyen még Amazonos rendelős videó, akkor dobjatok egy lájkot, hogy valahogy ezt jelezzétek nekem. Még egyszer nagyon szépen megkérlek titeket, hogy kövessetek Instán is, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. A következő videómban találkozunk. Sziasztok!